tisztelt Hölgyeim és Uraim, amikor egy outsider vállalkozik arra, hogy megnyisson egy képzőművészeti kiállítás, nagy esély van arra, hogy ez a bátor ember azzal kezdjen el foglalkozni, miért pont ő, és miért pont ezt, itt és most. Van-e valami különösebb oka, esetleg üzenete, netán csak a véletlen vagy a kényszer az, ami őt ide állította. Engedjék meg azonban, hogy most ne ezt az utat válasszam, ne azzal foglalkozzak, mit keres önök előtt egy történész turkológus, mi az, amit szakmáját tekintve újat, de legalább értékeset tud mondani. Természetesen vannak olyan szempontok, melyek felvethetőek, mint például a tudományok és művészetek, személyesebbé téve és egy kicsit szerénytelenségről is tanulmányosságot téve, a tudósok és a művészek kapcsolata, de ettől a témától most tekintsünk el. Mindkét állat vagy emberfajtát tekintsük egy gyönyörű vasárnap délelőttön gondolkodónak, és inkább nézzük a mai esemény meghívójának előlapját, mely a Medgyászki Társaság 2014. évi Sárvári kiállításának megnyitójára indítják mindnyájunkat. Itt olvashatjuk a társaság három szóból álló címszavas leírását, tömör arszpoétikáját. Kortárs Művészeti Egyesület. Remélem megbocsátják nekem, hogy egy három szó kibontásával és egyben a Medgyászki Társaságra való vonatkoztatásával ajánlom figyelmükbe a kiállítást, a változatos technikájuk, témájuk, külön-külön is kiváló, de együtt is izgalmas alkotásoknak. Másfél percetőként tegyen. A kortársakat valószínűleg a szótagok sugallata ellenére sem az idő köti össze egymással. Természetesen minden társasági tag fiatal, hiszen a művészek esetében mást el sem tudok képzelni, mint hogy fiatalok lennének. Bár itt és ott bizony néha már fájhat, az indulás is nehéz, és az ősz sem feltétlenül évszak már, mégsem ezek a valóban csak technikai nehézségek jelentik a közös pontot. Teljesen máshol van szó, melynek megnevezésétől a 21. század második évtizedének közepe felé valami miatt mégis félünk. Az eszme az, amiről beszélhetünk, sőt, beszélnünk kell, hiszen egy társaságnak csak egy közös gondolat szövetét fűzhet össze, tarthat együtt eszenciálisan. Hogy ezt megfogjuk, Medgyászkihoz fordulhatunk, akinek művészete, vagy inkább az életről és a művészetről való felfogása az, ami ezt a társaságot összefogja. Itt köszönöm meg igazgató úrnak azt a néhány idézetet, amelyet nekem megmutatott, illetve azt az egy alkotást, melyet a mai alkoholárjogoként majd nekem láttad. Idézett tehát Mennyánszkitól 1914-ben. Szóval 11-ben Mennyánszki László így írt. A modern életet kell visszaadni nagy és festői ellentéteivel. Ezen tárgyakban elég a drámai momentum, nem kell a mindennapi élet anekdotázás unalmára süllyedni. És nem kell az erőltetett szimbolika koncepcióba merülni. Az általános, ami egyszer s mint konkrét dalma. Anélkül, hogy túlelemeznénk a szavakat, Medgyászki a művészek feladatáról a tulajdonképpeni élet megmutatását osztja ki, szabja meg. Tulajdonképpeni, azaz úgy, ahogy az van. Nem a függöny előttit, nem a kirakati szépséget kell felmutatni, hanem azt, amit ezek eltakarnak. Nem lebolódni kell az élet nagy csendéletét, hanem magát a port szükséges lászlóra vinni. Az anekdótázás olyan köntösbe öltözteti a valóságot, amely nem csak eltakarja a mindennapiságot, hanem azt fénylő, és éppen ezért hamis ünnepé varázsolja. És a varázslat hat, de magát az életet szürkíti el. Mennyászki ezért szólítja fel kortársait és szellemiségét követőket, hogy az életet, a modern életet mutassák meg, ne a beállított műtermi áll vagy féligasságokat. Így is nézzék a kiállított alkotásokat, melyek nem idealizálják, nem fedik be mázzal a tárgyukat, sőt, tárgyválasztások is az élet feszültségeire villantatják rá. Az egy másik kérdés, és inkább már történészi okoskodás, hogy jó magam, ismerve természetesen a modern kor, vagy homályosabban fogalmazva a postmortem idő kihívásait, mégsem osztom a kortársi pesszimizmus időhöz, csak a modern korhoz kötöttségét. Valahogy az ember úgy van összerakva, vagy úgy vagyunk összerakva, hogy saját korunkat az utolsónak tekintjük, ami után már nincs értelme, hogy jöjjön bármi is.
Hányan vagyunk, hányan várjuk vissza nem csak fiatalságunk idejére, hanem évszázadokkal korábbra, hanem is az aranykorba, de az ezüstre feltétlenül. Kevesen vannak, akik a jövőbe vágynak, pedig ha az örök süllyedés gondolatát valljuk, becsüljük meg az itt és most jelenvalót, és a jövő pesszimizmusába vetett optimizmussal éljük át a mát, és találjuk meg a jó Istenen kívül még életünk napos oldalát is. A Mennyászki Társaság Kortárs Művészeti Egyesület következő címszava a művészeti. Az esztétika történet lapjára tartozik, de érdemes felvetni Mennyászki kora kapcsán, hogy a 19. században a művészetnek volt egy feladata, mégpedig az eszme kifejezése. A témaválasztás széles körű, de nem önmagáért, csak a művészetért, hanem szólt, nem csak a művészetért volt, hanem mozgósító ereje volt az állatkozolásnak. Nem nihilbe taszított, hanem ráadhatott valamire, és ez a valami lehetett a történelmi festészetet nézve akár nemzeti gondolat, de lehetett Mennyászkira gondolva az esendő ember, a történelmi viharok áldozata, amikor nem az ellenség számít, nem az, ki hol áll, hanem az élettől, vagy inkább a méltó élet lehetőségétől megfosztott ember. Visszautalva az elmondott idézetre, azt továbbéve az életet a maga tisztátalanságával szabad csak ábrázolni, ha már arra betemedünk, hogy ecsetet veszünk a kezünkbe. De nem csak a művésznek van feladata, hanem a nézőjének is nekünk. Feladata, azaz kötelessége. Nem ránézni kell a festményre, hanem megnézni azt. A felületről felismerni, hogy a vászon nem más zajlik, mint az élet. Ha a művész engedte kezén, szívén, ecsetjén keresztül áradni az isteni tehetséget, és nem korlátozta azt holmit megfeleléssel, nézője is felismeri saját magát. Ha a művész hazudott, nézőjét csapta be, mert nem adta meg számára a mindennapi életből való kilépés lehetőségét, hogy szembesüljön ő is a néző az élet valóban nagy és festői ellentétével. A Mennyászki Társaság tagjai felvállalják, hogy nem hazudnak, utat engednek az isteni tehetségnek. A nézőnek pedig tiszta szívvel ajánlhatják fel magukat, hiszen nem csalnak. Ezért is van nehéz dolga a szemlélőnek, mert elkényelmesedtünk. Azt hisszük, mi, nézők, hogy a vászon négy oldala színeket, formákat fog körbe, és nem többet. Pedig többet, magát az eszmét. Ha nem így állunk meg egy év előtt, inkább menjünk tovább. De ha megállunk, akkor vegyük a bátorságot, és keressük meg az életet a képen, keressük meg a szépséget, ami bizony nem szín és forma, nem keret és nem zöld, hanem néha szomorú, néha boldog, de soha nem unalmas. A művészi nem más tehát, mint az élet szépsége, egyedisége. Ha felismerjük életünk egyszeriségét, megriadunk ugyan, de egyben épp ez adhat erőt az élet élésének a mindennapokban. A művész talán ezt az egyediségében rejlő csodát akarja nekünk megmutatni. És végül az Egyesület nagyon röviden. Külön-külön is lehet élni, de a művész velünk él. Nincs tengerfenéken szunnyadó szépség, az csak egy közösségben válik hasszá. Nekünk, nézőknek szükségünk van művészeinkre, akik megmutatják nekünk egyediségünket. A művésznek ugyanakkor szüksége van rá, hiszen ő meg arra ítéltetett, hogy állandóan kitárulkozzon. A maga életét, egyediségét kell saját közösségében felmutatni, hiszen egyedül csak társaságban lehetünk, egyedül nem. Őszintén remélem, hogy érzékelték, milyen szép játék részesei vagyunk. Tegnap délután ezt írtam, hogy ma elmondjam önöknek. Ha reggel írtam volna, talán mást hallottak volna. Ha meg nem írtam volna semmit, ki tudja, mi hangzott volna el. Egy azonban biztos, ki így látja, ki úgy. Önöknek kell megküzdeni minden egyes alkotással. Előtte azonban bocsássanak meg nekem, egy outsidernek, hogy így hosszan igénybe vettem türelmüket. A kiállítást azonban szívből figyelmükbe ajánlom, de a fogásáról se feledkezzünk meg. Köszönöm.